Ezeket az alkotásokat nem a Mecseki Fotóklub egyik tagja készítette. Sági Judit Budapestről érkezett, és hogy fotói mégis hogyan kerültek ide? A válasz egyszerű. Mivel a klub tagjai rendszeresen részt vesznek nemzetközi fotópályázatokon, feltűnt nekik Sági Judit különleges képeivel, amelyekkel szinte berobbant a nemzetközi palettára a magyar fotósok közül. Gondoltuk, hogy hívjuk meg őt egy kiállításra, aztán kiderült, hogy ez volt élete első kiállítása, amit itt rendezett, és hát ráadásul Eifert János Balogh Rudolf díjas fotóművészt hozta a kiállítást megnyitni, aki hát Magyarországon egy ikon, mondhatnám, a fotó az ásterén. Tehát így került ő ide a fotóklubba hozzánk, és hozta el a kiállítását. Örömtánc, ugye ez volt a címe a kiállításnak, hogy a képek nagy része is az örömről szól. Hát Ági az egész életében fotózott, építészmérnök egyébként, hát a saját maga által tervezett épületeket fotózta, aztán hát elkezdett mást is fotózni, és 2018-tól, mikor már ugye ez a digitális technikára áttért, akkor utána elkezdett nemzetközi pályázatokon is pályázni, és beiratkozott Eifert János mesterkurzusára, és attól kezdve hát tulajdonképpen így megjelent a magyar és a nemzetközi palettán is a képeivel. Mivel a művész Budapesten él, és csak a kiállítás megnyitón tartózkodott itt, ezért most a klub elnökétől kérdeztem meg, Sági Juditnak melyik a kedvenc képe? A nagy képek közül, ami van kiállítva, ugye itt több képről is beszélt, de hát van olyan képe, amit egészen, két ilyen egészen nagy kép is van, és úgy emlékszem, hogy azokat említette, hogy a kedvencei közé tartoznak. Egy női fejet ábrázol az egyik. Érdekes ilyen pozitív-negatív, tehát fekete-fehér kép, de és hát egy kicsit montázs is, tehát egy nagyon érdekes kép, egy hatalmas kép itt a falon, úgyhogy hát Áginak nagyon, nagyon érdekes képei vannak, és nagyon jól kidolgozott képei. Mindeközben zajlik az élet a Mecseki Fotóklubnál. Az első negyedéves klubprogramjuk már elkészült. Beszélgetéseket, előadásokat is szerveznek a fotózáson kívül. Legutóbb Körtvéesi László fotóművész volt az előadó. Hamarosan érkezik Tám László fotóművész és Juhász Balázs fotóművész is előadást tartani a művészetükről. Nem sokára az Ági kiállítása után pedig február 20-án jön a Biatorbágyi Fotóklub, és hozzák a kiállításukat, majd az is egy, gondolom, egy nagyon érdekes kiállítás lesz, mert a Biatorbágyi Fotóklubban mi mindig egy kicsit ilyen, hogy úgy mondjam, párbajban vagyunk a magyarországi pályázatokon, mert hát volt már a Mecseki Fotóklub első is a klub bokversenyében, de mindig a Biatorbágyival kell megküzdenünk ezekért a helyekért, tehát voltunk harmadikak, akkor ők elsők, és így tovább, és gondoltuk, hogy meghívjuk őket, hogy lássuk a képeiket. A képek február 17-ig megtekinthetők Pécsen, a civil közösségek házában.